Még várj egy picit a pénteki előrendeléssel. Van néhány dolog, amit az Apple szerintem direkt kihagyott a keynote-ból, de én eléggé utána néztem, szóval ebben a rövid videóban szeretném minden részletre is felhívni a figyelmed azért, hogy egy informált döntést tudj hozni, megéri-e 13 Pro, 14 Pro vagy akár 15 Pro után a 15-6 Pro-ra upgrade-elni. Ez egy elég informatív videó lesz, úgyhogy vágjunk is bele. Külsőre a 16 Pro egy nagy előnyt kínál 0,2 incsel nagyobb kijelző mellett. Ugyanazt a titánházat kapta meg, mint a 15 Pro, ami már egy frissítés a 14 Pro-nak rozsdamentes acéljához képest, és megkapta ugyanazt az akciógombot is egy jelentős frissítéssel, a kamera vezérléssel, camera control, ami biztos sokak számára király. Ez határozottan jobb, mint a régi csengő és néma kapcsoló a 14 Pro-n is előtte, bár én imádtam a kényelmet, de mégis alig várom majd, hogy megnézzem, hogy mit hoz ki a kamera vezérlés a profi alkalmazásokban, mint a Blackmagic, de ami tuti, hogy még így is sokkal könnyebben és profibban használható az alapkamera alkalmazás is. De azért itt egy wishlistes kérésem, remélem, hogy az Apple kiad majd egy SDK-t, és így bármilyen nem kreatív alkalmazás is kihasználhatja ezt a multifunkciós gombot. A következő nagy dolog az AI, és az AI alatt az Apple Intelligence-t értem. Na itt is van egy csavar. Ha használtad már a ChatGPT-t, a Midjourney-t, vagy a Photoshopnak a Generative Fill funkcióját, az a tény, hogy ez beépül az Apple eszközeibe, és egy biztos, hogy zökkenőmentesen fog működni az A18 Pro chipnek és az Apple maximalizmusának köszönhetően, hogy a felhasználói élménye a legjobb legyen. Tudom, hogy a Samsung ezt már egy ideje kínálja, de örülök, hogy most már az Apple termékein is van, és talán még jobb is lesz, mint a konkurenseké. Már látom kb. Így a lelki szemeim előtt, hogy mennyi időt spórolhatok meg vele jó pár területen. Például nagyon várom, hogy kipróbáljam a fotóstílusokat, és megnézem, hogy tényleg csökkenti-e az időt, amit Lightroom-ban, vagy DaVinci-ben színkorrekcióval töltök. Vagy beszélhetnénk az üzenetek és az e-mailek újra megfogalmazásáról is. Milyen menő, hogy csak egy gyors ötletet, gondolatot leírunk, megírhatunk, és az AI megírja azt egy megfelelő stílusban, például a főnökünknek, ügyfeleinknek, vagy barátainknak. Bár kíváncsi vagyok azért, hogy magyarul menni fog-e, hiszen a ChatGPT van magyarul, vagy mi a helyzet a szövegből és skiccekből történő képgenerálással. Tetszik ez az irány, amerre halad a technológia, és látom azt is, hogy hogyan adhat hozzá a mindennapi munkámhoz, és akár a videós vagy fotós munkáimhoz is. iPhone 16 Pro kamerái. Nos, amit az Apple egyáltalán nem mondott el, hogy miként fogja az AI támogatni a rögzítést, fotózást, hogy még jobb felvételeket készíthessünk. Tudod, videósként és akár fotósként is imádom használni a Sony A7S3-amat, de az elmúlt néhány évben őszintén szólva sokszor vettem észre, hogy inkább az iPhone-omat választom, akár profi munkahelyzetekben is. Szerintem ez idén még jobb lesz, egy következő szintre megy, de miközben a 48 megapixeles ultrawide és a makrókamera fejlesztése nagyon király, nem csak a nagyobb felbontás és a részletgazdagság miatt, hanem különösen a gyenge fényviszonyok melletti rögzítéshez is, és az is nagyon szuper, hogy a 16 Pro végre megkapta a 15 Max Pro Maxból az 5-szörös teleobjektívet, de nagyon szerettem volna, hogyha a teleobjektív is 48 megapixeles lett volna idén, és most emelje fel a kezét az, aki olyan kamera őrült, mint én. Szevasz, nyomj egy like gombot, mert ugye tudjuk, hogy jönnek a nagyobb érzékelők, és minden objektív 48 megapixeles lesz, plusz az előlapi kamera 24 megapixeles lesz, de nem ebben az évben. Talán majd a 17 Pro-ban. Szóval ez talán visszatartó erő lehet, ugyanakkor a tavalyi modellből még mindig van a lóg és a külső rögzítés, a nem túl gyors USB-C-nek köszönhetően, nem fejlesztették az akciómódot, viszont idén már 120 FPS-ben is tudunk lassított felvételt készíteni 4K-ban, még ProResben is, ha külső rögzítünk. Bár nagyon örültem volna egy 480 FPS-nek 240 helyett Full HD-ban, ami már évek óta ott van. A hangfunkció kapcsán 4 mikrofont kaptunk, spatial audiót betették, és hát azt állítják, hogy stúdió minőségűek a mikrofonok, nos, talán az AI segítségével közelíteni fognak, meglátjuk. Amit viszont imádok, az az új szoftverfunkció, amit audio mixingnek hívnak, és noise reduction funkciót is
beépítettek. Konkrétan eldönthetjük, hogy milyen hangokat emeljen ki a felvételünk. És amúgy remélem, hogy ez a hívás hangminőségre is egy pozitív hatással lesz. Az utolsó dolog, hogy az Apple említette az antireflexiós objektív bevonatot. Nos, meglátjuk, különösen az éjszakai felvételeknél, hogy eltűnnek-e azok a hülye pöttyök, de nem vagyok meggyőzve. Szóval, a véleményem az, hogy a 14 Pro-hoz képest ezek az újítások jók lehetnek a váltásra, meggyőzőek lehetnek, de csak akkor, hogyha megszállott fotós vagy videós vagy. Ami a 15 Pro-t illeti, nem tudom. Ha nagyon hiányzik az ötszörös zoom és sok ultrawide képet készítesz, és van rá pénzed, vagy valami őrült okból a Dolby Vision, a Spatial Audio érdekel, és jó áron el tudod adni a régi telefonodat, akkor simán menjél rá. A kijelző ugye 0,2 incsen lett nagyobb, 6,3 incs, és kissé nagyobb pixel felbontással rendelkezik, de a 460-as ppi változatlan, mégis szinte ugyanaz a méret, de 12 grammal nehezebb, mint a 15 Pro, ami 187 gram, de még mindig 7 grammal könnyebb, mint a 14 Pro, ami 206 gram. A méretek dimenziói is érdekesen alakultak. A 16 Pro a legmagasabb az összes közül, 149,6 mm-rel, szemben a 15 Pro valami 146,6 és a 14 Pro 147,5, de végül ugyanaz a szélessége, mint a 14 Pro-nak 71,5 mm-rel, de a 15 Pro az meg kisebb volt, 70,6 mm. Na most a vastagság az ugyanaz a 16 Pro-nál, mint a 15 Pro, ami 8,25 mm, szemben a vékonyabb 14 Pro-val 7,85. Teljesítmény szempontjából megkaptuk az A18 Pro chipet, ugyanannyi maggal és Neural Engine-nel, de kaptunk extra média encodereket. És van Wi-Fi 7 is, de nincs Bluetooth 5.4, csak 5.3. Ja, és Siri okosabb lett, mint amit az Apple Intelligence-nek és ChatGPT-nek köszönhet. Elég sok dolog maradt ugyanaz, szóval próbáljuk meg elreppelni ilyen Eminem stílusba? Nem. Dynamic Island, emergency hívás, ütközésérzékelés, Face ID, 4G, 5G, IP68 vízállóság, tárhely, fényerőben 1000 nit, kívül 2000 nit, mondjuk addig, amíg fel nem melegszik, és kerámia pajzs üveg, már azt mondják, hogy erősebb, de ezt minden évben mondják, és még mindig karcolódik a telefonom. De van nagyobb akkumulátorunk, ami 27 órás videó lejátszást ígér a 23 helyett, és az audio lejátszás 85 óra, 75 helyet. Szóval remélhetőleg végre egy teljes napot is kibírunk töltés nélkül. És ha már töltésről van szó, 25 wattos MagSafe töltés kapunk, de csak 30 watt vagy annál nagyobb adapterrel, ami 50%-os töltést ígér 30 perc alatt. Ja, és a legalacsonyabb fényerő pedig 1 nit. Ennyi. Ez az iPhone 16 Pro. Tudod, hasznos volt számomra elkészíteni ezt a videót neked, mert azt reméltem, hogy így én is rendezem a gondolataimat, és meghozhatom a döntésem. De őszintén szólva még mindig vacilálok, hogy váltsak-e a két éves 14 Pro-mról. Mint tartalomkészítő és olyan valaki, akit talán pro-usernek lehet nevezni, határozottan látom a 16 Pro előnyeit a napi használat és munka során is. Szerintem minden azon múlik, hogy megéri azt a 150-200 ezer forintos árkülönbséget. A 14 Pro-mat olyan 250-300 ezer között tudnám eladni, és a 256 GB-os 16 Pro az 550 ezerbe kerül, ha cégesen tudod venni és költségeled, akkor ugye 430 ezer. Megéri? Most csak annyit tudok mondani, hogy nem tudom, ami tuti, hogy mindenképp rendelek azért egyet, és kipróbálom, és megosztod vele, és meg fogom osztani veled a tapasztalataimat, de most hozzád fordulok segítségért. Mi a véleményed? Fogsz váltani? Mondd el a komment szekcióban, vagy akár azt is, hogyha valamit kihagytam, meg azt is, hogy melyik funkciók számodra a legvonzóbbak, vagy mik nem. Tök király lenne, hogyha folytatnánk a beszélgetést a hozzászólásokban. Mielőtt elköszönnénk, beszélnünk kell az új AirPodsokról. Szerintem jobbak lettek, és ha éppen készülsz egyet venni, akkor hajrá! Aktív zajszűrés, fejrázással válaszolhatsz hívásokra, felveheted, ugyanaz az ár. Instant get, nem? Nem. Egyszerűen nem értem, hogy miért nem teszi bele az Apple a hangerő szabályzást. Ha hozzáadták volna, akkor tényleg azonnal cserélnék, így viszont nem tudom, talán hogyha elveszíteném a harmadik generációs AirPodsomat. És ha már itt tartunk.
hogy merik az AirPods Max 2-t kettesnek nevezni. Az USB-C és az új színek maximum egy enyhe facelift, de nem egy kettes verzió. Tudom, hogy first world problem, de ebben eléggé csalódtam. És te? Mondd el a komment szekcióban. Ne felejts el feliratkozni a csengő benyomásával együtt, hiszen amint kijön a 16 Pro, fogom is tesztelni, és készítek egy dedikált külön videót a tapasztalataimon túl, ami konkrétan a kamera tudására fókuszál, mind a fotózás, mind a videózási képességekre. De ha nem tudsz addig várni, miért nem nézed meg a tavalyi kamera összehasonlításomat, ahol a Sony A7S3, ami egy 1,6 milliós kamera plusz objektív, és az iPhone Pro között van. Én nagyon durván meglepődtem, és biztos vagyok benne, hogy te is megfogsz, úgyhogy kattints ide vagy ide. Minden esetre mára ennyi, köszönöm, hogy megnézted, szia, sziasztok!